vagynak. A jól ismert énekkel próbálták előcsalogatni a napsütést a Kálmánházi Benedek Elek óvoda növendékei az esős időben. A csapadék ellenére is volt ok az örömre, a gyerkőcök ugyanis a jövőben új játszóeszközöket használhatnak az intézmény tágas udvarán. A fejlesztéshez 5 millió forintos támogatást biztosított a Magyar Falu Program, amihez az önkormányzat további 1 millió forintos önerőt tett hozzá. Nagyon vártuk, segített ez a bővülésben is, hiszen nagyon sokan költöztek most Kálmánházára, és nagyon örülünk, hogy 25 darab eszközzel bővült, hiszen nagyon fontos a gyerekek mozgásának a szempontjából, a későbbi fejlődésük szempontjából is. Sokoldalú mozgásfejlesztő eszközöket kaptunk, úgyhogy köszönjük a képviselő úrnak is, és a polgármesternek is a további támogatásokat. Minai Győző, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, Kálmánházán színvonalas nevelés folyik az óvodában. Hozzátette, nem véletlen, hogy az intézményben a tavalyi évhez képest idén szeptemberben 13-mal növekedett a gyermeklétszám. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi években a településre költözők is bíznak a Benedek Elek óvodában. Ez az óvoda Magyar Falu Programból szerzett be 25 darab játékot, zömmel fejlesztő játékokat, uniós forrásoknak és normáknak megfelelő játékokat, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy nagyon színvonalas óvoda pedagógiai munka folyik. Nagyon szép tágas az udvar, ezt meg is jegyeztem az átadó beszédembe, és a magyar óvodapedagógusok pedig világhírűek, nagyon nagy szakmai módszertani tudással rendelkeznek, és én azt látom, hogy a kálmánházi családok, szülők szívesen hozzák ide a gyereküket, nem is viszik máshová, szinte csak egy-két gyereket visznek el, ezért növekedett az óvodai csoport létszám több mint 15%-kal. Kálmánházán a növekvő gyermek létszám miatt Európai Uniós forrásból bölcsőde építése is folyamatban van. Ennek átadása a következő hónapokban esedékes.